Az utolsó napunk az olyan volt, hogy november 21-e, a Középhegyen szüretelt egy nagy csapat, én a családdal a Becseken szüreteltem, és mindenki rohangált. Este 4:30-kor még telefonnal világítottuk az utolsó fürtöket, mert az időjárás szerint a következő naptól végig esőt mondtak egy hétre. Tehát ha akkor nem szedünk le mindent, akkor minden kint marad és minden lerohad. Be is jött az eső? Ahogy bejöttünk a kocsikkal, és már beparkolt minden a tető alá, dír leszakadt az ég, és onnantól kezdve egy hétig nem állt el. Volt-e olyan pont, hogy úgy eldőlt benned belül, hogy igen, borász akarok lenni? Szerintem ez már pont apu halálakor eldőlt. Én addig nagyon-nagyon ágáltam ellene, sőt, amikor fősulira kellett jelentkezni, akkor gyakorlatilag ilyen, nem mondom, hogy összevitatkoztunk, de voltak nézeteltérésünk apuval, mert én nagyon nem szerettem volna, vagy akkoriban én nem éreztem magamban azt, hogy nekem borásznak kéne lennem. És ezért lettem amúgy közgazdást első körben, az volt az, ami így közös megegyezés alapján elfogadható volt. És gyakorlatilag nyilván mindig bele voltunk vonva valamilyen szinten a pincészet életébe, és mikor apu meghalt, akkor meg evidens volt, hogy ezt nem engedjük el, és ezt csinálni szeretnénk. Onnantól kezdve megjött magától az egész, hogy ez a szakma tök jó dolog, és szeretném megtanulni. Ugye alapvetően mi a borászat szempontjából inkább a természetességre törekszünk, ami azt jelenti, hogy én szeretek nem nagyon belenyúlni a borkészítésbe. Tehát az nagyon fontos, hogy a beérkező alapanyagunk az mindig 100%-os minőség legyen, és valóban ott már annyit a borász, amit hozzátesz ebben a szituációban, az nem túl sok. Ilyen kis nüansznyi dolgok, hogy milyen fahordót használunk, mennyi ideig használunk fahordót, de alapból minden a szőlőben eldől. Ha nem úgy alakul egy év vagy egy évjárat, ez türelem kell, gondolom. Hát abszolút, meg elfogadás, tehát hogy le kell nyelni azt, hogyha esetleg jön egy eső, és az utolsó pillanatban eldönti helyettünk az időjárás, hogy akkor idén nem szüretelünk. Tehát ez türelem is, nagy, és elfogadás valóban. Mennyire érzed magad úgymond alkalmazkodóképesnek? Hát őszinte leszek, régebben nem gondoltam, hogy az vagyok, de valóban sok mindenre megnevel a szülő, az egyik az ez volt, hogy el kell fogadni, úgyse tudok mit csinálni vele, ez van. Maga a dűlő az abszolút nem ismert, borvidéki szinten belül sem biztos, bár nekünk itt van a legnagyobb egybefüggő területünk, ez most egy picit több mint 6 hektár. Nagyon sokáig ez ilyen háttérben működött, mindig innen készültek az édesborokhoz az alapanyagok, és igazából ilyen 2011-ben kezdtünk el szárazborokkal foglalkozni. Akkor már készült innen egy házlevelünk, meg egy furmint is külön-külön. Nagy a furmint az nem volt ugyannyira karakteres és kiemelkedő, és ezt valahogy így el lett napolva a Középhegy, és mi sem foglalkoztunk vele. Aztán 2013-ban ide kerültem, és megkértem a borászunkat, hogy akkor nézzük meg, hogy eddig mik történtek a pincészetnél, és hogy mi az a stílus, amit eddig képviseltünk. És pont egy 2011-es Középhegy házlevelűt bontottunk fel egy szép délutáni napon, és megkóstoltam, és azt mondtam, hogy úristen, én ilyen borokat szeretnék készíteni. Nekem az egyik kedvenc területem amúgy a Középhegy, én nagyon szeretek oda kijárni, leülni a diófa alá, ott elmélkedni és gondolkodni, meg tényleg elmenekülni a világ elől. Az az egyik része. A másik meg az, hogy nyilván ez a folyamat, hogy megismerni a területet, meg egyáltalán felépíteni onnan valamit,
az nekünk itt valósult meg. Ez az a bor, amin nem kell túl sokat agyalni. Tehát nem kell túl komplikálni, egy tök egyszerű bor, ami valahol bemutatja a Furminnak az előnyeit, illetve valamennyire rálátást ad a borvidéknek az előnyeire is. De ha van egy jó középszint, akkor onnét lehet építkezni, az egy magabiztos alapot ad gyakorlatilag az egész pincészetnek. Igen, abszolút. Kóstoljuk meg. Hát 2018, amit ugye említettem is, hogy egy nagyon korai szület. Soha ilyen korai születünk nem volt, mint 2018-ban. Ugye a sárga muskotát ezt már augusztus 21-e előtt leszettük, és gyakorlatilag furmintokat, házlevelüket is már augusztus végén neki kellett állnunk szüretelni, hogy ilyen savakat el tudjunk érni. Milyen borásznak látod a testvéredet? Egyből ilyen nehéz kérdést teszel fel. Milyen borásznak látom a testvéremet? Hát szerintem, ha egy szóval kéne, akkor azt mondom, hogy elkötelezett. Tehát nagyon-nagyon elkötelezett a Kata. Ő 100%-ban csinálja, amit csinál. Tehát, hogyha ő valamit elkezd, akkor azt teljes bedobással, és ez különösen igaz a borászatra is, tehát minden energiájával csinálja. Egyre nagyobb az önbizalma, egyre ügyesebben nyúl a borokhoz, és egyre inkább tudja ezt egy ilyen önkifejezésként használni. Én szerintem őre hatnak mások, de nagyon megvan a saját gondolatmenete, ami mellett szeretne bort készíteni. Viszont azt érzem, hogy ugyanakkor nagyon meg szeretne felelni az apukánknak a hagyományos elképzeléseinek, és e között próbál egyensúlyt teremteni. Tehát az ő újító hozzáállása és az apukánk hagyományos elképzelése között. És hogy látod, sikerülnek? Igen, azt gondolom, hogy most már egyre jobban sikerül, és egyre bátrabban tudja kifejezni ezt, vagy egyre bátrabban készítő már borokat. Mit gondolsz a női borászokról, hiszen a húgod is az? Egyre több női borászt lehet megismerni Magyarországon. Biztos, hogy egy új vonalat tudnak hozni, nem? Egyetértesz ezzel? Igen, egyetértek. Meg szerintem most már nem is annyira meglepő, hogyha egy borászat éli női borászál, látva azt, hogy azért tényleg elég sok borászatban nő a borász. Mi is nagyon sokat ismerünk, meg hát az volt is erre egy törekvés, hogy a női borászokat így egy kalap alá összeszervezzék. Én szerintem tudnak újat mutatni a borászatban, tudnak némi finomságot még hozzátenni. Mindenképpen nagyon érdekes. Elég türelmes ember ő? Nem. Nem, a Kata egyébként, igen, amit mondasz, hogy magának az időjárásnak mennyire ki van téve az, amit ők csinálnak, ez nagyon meg tudja viselni. És azt gondolom, hogy jogosan, hiszen egy egész évnyi munkájuk tud tönkre menni, hogyha az időjárás esetleg nem kegyes velük. Viszont néha meg nagyon jól sikerül. Néha meg nagyon jól, szóval, hogy igen, ez így egyensúlyban van szerintem. Na, szóval itt vagyunk a szőlőben. Van-e kedvenc fajtád? Jó kérdés. Igazából régebben azt mondtam volna, hogy a Furmint. De leginkább azért, mert egy nagyon-nagyon neutrális szőlőfajtának gondolom. Nincsenek olyan nagyon-nagyon karakteres jegyei, ezért nagyon-nagyon szépen be tudja mutatni azt, hogy melyik területről készült, és ott tényleg, ha lelakunk 5 különböző Furmintot az asztalra, az 5 különböző bor. Nincs benne nagyon egyensúly, egy egységesség. Mostanában egyébként inkább házlevelű párti vagyok, de ezt nem tudom megmagyarázni, miért. Nagyon szép az a szőlőfajta is, és egyébként, ha normális hozamkorlátozással dolgozunk vele, akkor abból is nagyon-nagyon karakteres borokat lehet kihozni. Mi a helyzet a mondjuk másodvonalbeli, kevéssé ismert fajtákkal, mint a kövérszőlő, vagy a góhér, vagy ezek? Igazából nekünk kövérszőlőnk van és zétánk, amivel foglalkozunk még, de sajnos olyan pici mennyiségben, hogy ezek így külön soha nem jelennek meg.
általában az édesborainknak az alapanyagába kerülnek, hogy asszunknak használjuk fel, úgyhogy így önállóan nem lehet nálunk megkóstolni. Alapból nagyon-nagyon jó szőlőfajták, mert ugye korán érnek, és nagyon sokáig kint lehet őket tartani. Nagyon szépen becukrosodnak, és akkor ezáltal tényleg klassz kis édesborok válnak belőle. Ha meg kellene fogalmaznod, hogy milyennek a helynek, Tokaj-hegy aljának a legnagyobb értéke, akkor azt hogyan fogalmaznád meg? Egy mondatban? Nem muszáj egy mondatban, lehet bővebben. Igazából szerintem az egyik legnagyobb érték nyilván az asszú, hogy ilyen borokat tudunk készíteni, és abszolút azt gondolom, hogy ez a csúcs a termék portfóliónak nálunk is, és gyakorlatilag mindenkinél, mert maga a technológia, illetve maga a természeti adottság is különleges egyben, és ezt fent kell tartani. A másik dolog pedig pontosan, ami a Furmintnál szóba került, ugye a területek. Alapból az egész borvidék vulkanikus, de rengeteg különböző helyszín van, ahol nagyon változatos a talajszerkezet és az alapkőzet, és ezáltal teljesen különböző borokat tudunk készíteni, akár dűlőn belül is. Azt mondják, hogy a világ legjobb édesbora az tokai. Én ezt gondolom és vallom, hiszem. De nyilván kóstoltál másik édesborokat is. Te hova helyezed a tokai borokat? Én voltam egyébként Franciaországban, például Sauternes, ahol ugye maga az édesbor készítés a fő profil, és hasonló technológiával készítenek édesbort, mint mondjuk mi a Samorodnit, ami szintén nagyon különleges, de hogy őszinte legyek, nekem hiányoztak a savak. Tehát amiben mi nagyon erősek vagyunk, az a sav. Egyrészt maga a furmint, mint szőlőfajta, és amiből a legtöbb is van, egy viszonylag savas szőlőfajta. Ugye a másik oldal meg, hogy tényleg vulkanikus területen dolgozunk, ami pluszban ad ehhez az érzethez. Úgyhogy azt gondolom, hogy egyensúlyosabb édesborokat tudunk készíteni, mint bárki a világon. Most az úgy nagyképű lenne, ha azt mondanánk, hogy mi készítjük a legjobb édesborokat, de közel vagyunk hozzá. A pincének a történetét elmeséled nekünk? Ennek a pincének, ahol most ülünk. Alapból inkább onnan indítanék, hogy a maga a feldolgozásra használt helyünk, az ugye fönt van a gyakorlatilag a pince fölött. Ez volt az első hivatalos épülete a pincészetünknek. És igazából az volt a cél, hogy egy közeleső pincét sikerüljön megszerezni. Ja, most Mádon belül vagyunk, és gyakorlatilag az egész faluban van egy ilyen hatalmas nagy pincerendszer, ami valaha egy átjárható történet volt, de ez nyilván már az idő folyamán ilyen kis apró szeletekre le lett szeletelve. És igazából kiderült, hogy ami a ház alatt van pince, az nem hozzánk tartozik, hogy így elkezdett apukám kutatni, hogy akkor hol van a legközelebb eső pince, amit esetleg meg tudnánk vásárolni, és ez volt az. Illetve nem is teljesen egészében, hanem ahol először lejöttünk, ez a téglával kiburkolt rész. És igazából mindig egy pár évente sikerült ezt kibővíteni, újabb kisebb ágat hozzávásárolni. És akkor ez volt az utolsó ág, ahol most ülünk, amit 2018-ban vásároltunk meg, és így összenyitottuk egybe. Ez adja vissza a régi kort, meg egy kicsit ilyen barlangszerű az egész. Nekem ez mindig is egy ilyen nagy szerelempincém volt, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy hozzánk került. De hogy itt teljesen más az atmoszféra, mint mondjuk azokban a pinceágakban, amit már ilyen nagyon-nagyon felújítottak. Ott érzem a történelmi hátterét. Van egy, és már szóba került, egy fiatal borász generáció, amelynek te is tagja vagy, akik azt gondolom, hogy összefogva sok mindent el tudnak érni. Te is hiszel ebben az erőben, a közös gondolkodás erejében? Én abszolút, és igazából itt Tokajon belül van egy nagyon erős baráti társaságunk, akikkel gyakorlatilag mióta ide kerültem, tök jóba vagyok. Hogy tényleg barátokként működünk, és pár évvel ezelőtt mi kitaláltuk, hogy létrehozunk egy, nem mondanám, hogy egyesületet, mert nem papírozott forma szerint működünk, hanem tényleg egy baráti klub vagyunk, és úgy nevezzük magunkat, hogy Toka Y, mint az Y generáció, és az egész gondolat onnan indult, hogy ugyanazok a problémák, ugyanazok a vágyaink, ugyanazok a helyzetek vannak körülöttünk, ugyanannyi idősek vagyunk, bla bla. Tehát, hogy így szeretnénk ezt
mutatni, és a saját generációmnak megmutatni azt, hogy a borászatnak milyen szépsége és milyen árnyoldala van. Én mindig is hittem abban, hogy egyedül lehet próbálkozni, de a közösség ereje az elég sok mindenre alkalmas, és hogy együtt többek vagyunk, mint egyedül. Úgyhogy ez meg a másik oldala a Tokaj Y-nak, hogy szerintem, hogy tudunk együtt föllépni bizonyos dolgokban, főleg, hogy nagyjából hasonló elképzelésünk van mindenről. Mennyire csapatjátékos a Kata? Nagyon. Nagyon. Nyitott mindenkinek a véleményére, én azt gondolom. Szeret sokat kérdezni, gyakran beszélünk, összeülünk. Kifejezetten jók ezek a döntési mechanizmusok. Nem mondom, hogy mindig hirtelen egyik pillanatról a másikra megvagyunk, de alapvetően egy a házasítások is egy maximum egy hétig szoktak nálunk zajlani, mert hamar egy oldalra kerülünk a gondolataink. A végső szót a Kata mondja ki? Alapvetően igen. A szerénység jellemzi leginkább őt, ugyanakkor az utóbbi éveknek a sikerei, illetve a visszajelzései egyre jobban megerősítik abban, hogy jó úton járunk, és ebből ő is egyre több magabiztosságot nyer, ebből egy kicsit talán mondhatnám azt is, a boraink is egyre vagányabbak lesznek. Mennyire fontos számára a tanulás az, hogy képezze magát? Maximálisan. Szerintem, ha Kata az élete végéig fog tanulni, ugyanúgy, mint egy jó borász. Minden évjárat más és más, és mindig alkalmazkodni kell az adott évjárathoz. Ebből kifolyólag ő is ezt a tapasztalatot fogja folyamatosan az élete során építgetni. A szüret, amikor napi szinten fontos döntéseket kell hozni, ezzel hogy küzd meg a Kata? A szüret az mindig stresszes, de én azt gondolom, hogy évről évre gördülékenyebb is. Talán azt biztosan kijelentetem, hogy egyik év se ugyanolyan. Mindig valamiért más miatt nehéz. 18-ban például nagyon korán kellett szüretelni, nem volt elég tárolóda edényünk hozzá, mert még nem érkeztek meg az új hordók. Tavaly az édesbornak a kinthagyott szőlőnél volt probléma. Mindig, minden évben van egy kis játék, de szerintem ez is az, hogy az évek telnek egyre jobban működik a Katánál is, hogy a születidőpontot a lehető legoptimálisabban válassza meg. Mennyire fontos neked más ismert borászok véleménye? Igazából leginkább az. Ez egy furán hangzik. Persze nagyon tetszik az, amikor egy borkóstoló csapat visszajelez és elmondja az őszinte véleményét, de a szakmában mindig az a nagyon pozitív, hogy ők nem köntörfalaznak. Ha valami tetszik, elmondják, ha valami nem, azt is. És alapból azt gondolom, hogy ebből fejlődünk és tanulunk. És nekem ezért nagyon-nagyon fontos, hogy minden szakmai barátom őszinte, és nagyon szeretem, hogyha elmondják a véleményüket. Könnyen kezeled a kritikát? Van, amikor nem. Amikor nem érzem jogosnak, vagy úgy érzem, hogy olyan személy mondja, akitől nem gondolom jogosnak, akkor nehezen. De mondjuk, ha egy szakmai kritikát kapok egy szakmailag, vagy általam szakmailag elismert embertől, azt nagyon átrágom és nagyon átgondolom. Mennyire lett része a táj az életednek, a lelkednek? Mennyire, mekkora rész ez most? Ugye mi Somogy megyéjek vagyunk, én Nagyatádon születtem már, és alapból ez nagyon fura volt, amikor ide kerültem, hogy itt vannak dimbek, dombok. Ugye a Dél-Somogyban egy annyira nem jellemző ez a táj, és fura volt azt megszokni, hogy bárhova elindulok, egyszer csak előttem van egy domb, amit meg kell másznom. És
Nyilván ez meg a másik oldala, hogy a természeti szépség. Ugye nagyon sok helyen laktam, mielőtt ide kerültem, és az utolsó állomásom pont Budapest volt ráadásul, és először azt hittem, nagyon fura lesz ide költözni, így, hogy újpestiként, vagy félig pestiként, hogy így hogy fogom értékelni azt, hogy úgymond a vidéken vagyok. De hogy őszinte legyek, kb. 2 hét alatt megszoktam, hogy itt lakok, mert annyira klassz és annyira csodálatos helyen élek, hogy már nem cserélném le semmiért ezt a helyet. Kint lenni a szőlőben és kint dolgozni, az mindig egy ilyen megnyugtató folyamat, akkor egy kicsit lelassul a világ. A januárban nekiállunk metszegetni, akkor teljesen csönd van körülöttünk, sehol senki, és még azt is hallott kb. Ahogy a hópehely leesik melletted a válladra, szóval annál megnyugtatóbb és annál kikapcsolóbb élmény nincsen, mint a metszés. Ezek töltenek így lelkileg? Ezek azok, amik adják az energiát? Nekem igen. Tehát, hogy nekem a legfárasztóbb az, amikor menni kell, rohangálni, intézni az ügyeket, tényleg ezek a borkóstolók, folyamatosan a vendégekkel találkozni és borokat bemutatni. Ez a fárasztó része, és akkor egy picit megnyugszik az ember, vagy legalábbis én, amikor itt vagyok kint. Ugyanakkor a bor az nyilván egy kapocs az emberekhez, és a borokon keresztül tudod megmutatni magadat is. Mennyire szereted ezt az alkotó folyamatot? Én nagyon szeretek egyébként mindenfélét alkotni, és nem feltétlenül csak borokat. Úgyhogy lehet, hogy pont ezért örülök annak, hogy én lettem a család egyik borásza, mert tényleg egy olyan kreatív szakma, amiben folyamatosan látni kell a jövőt, és mindig valami újat kitalálni, és kreatívan és folyamatos fejlődéssel hozzáállni a dolgokhoz. Könnyen hozol döntést? Döntéseket? Nem. Mindig valamilyen kis visszacsatolásokra vágyom, és számítok, amit egyébként meg is kapok családilag. Tehát mind anyukám, mind a nővérem, és most már sógorom is, illetve a borászaink segítségével. Tehát, hogy soha nem egyedül hozok döntéseket, de nyilván én mondom ki az utolsó szót. Nem hiába az a szó a csúcs szerintem a borvidéken. Mert ő nagyon komplex összességében, illatban, ízben, beltartalomban, mindenben felülírja az összes szárazbort. És egy nagy kihívás is egyébként a tökéletes aszut elkészíteni. Hát mi még gyakoroljuk egyelőre. 2013-as az, amit most kitöltöttem, ez egy 6 puconyos aszú. Alapból azt tudni kell, hogy mi általában, ha aszut készítünk, azt megpróbáljuk legalább 6 puconyos szintűre, tehát hogy a legmagasabb cukortartalommal, ha lehet. Mert hogy azt gondoljuk, hogy ez tényleg kuriózum, és annak is kell, hogy maradjon. Nyilván nem egy hétköznapok bora, és soha nem is lesz az, de ezt a kuriózumot csak akkor tudjuk elérni, hogyha ez tényleg a legeslegmagasabb minőség. Nem tudom tovább tűrtőztetni magam, bele kell kortyoljak. Hihetetlen üdesség van benne, és gyönyörű a savszerkezete, pedig hogy 7 éves borról beszélünk. Mennyi idő után került palackba? Hát nálunk egyébként az azok azok legalább 3 évig hordóban vannak. Az egyébként 13-ban is megtörtént. Ugye általában a hordós érlelés után 1 évet mindig szoktunk várni, és akkor végül is úgy 2018-ban kezdtük el úgy bemutatni mindenhol. Nálatok a Zsirai családba milyen bor kerül az asztalra, mondjuk ünnepekkor? Karácsonykor mindig az új is. Szülinapokkor egyébként érdekes módon inkább mi szárazborosok vagyunk. Az egész családom egyébként inkább szárazborpárti. De én például az a típusú ember vagyok, aki nagyon ritkán borozik. Inkább kóstolgatok, és hogyha mondjuk valahova elmegyek barátokhoz egy vacsorára, akkor is, hogyha megkóstolok borokat, nekem mindenből csak egy kicsit, csak hogy tanulgassak folyamatosan. Tehát, hogy én nem vagyok azért a nagy borívók táborának tagja, de én inkább azt a részét élvezem a szakmának is, hogy minél több borral találkozhassak életemben.
De hál' Istennek nagyon sok ismerősöm van, aki nem Tokajban borász, és akkor nyilván, ha valaki valakivel találkozik, akkor az ajándék mindig bor. Hogy hál' Istennek van egy otthoni kis trezorom, amiben mindenféle van, hogy ezeket szoktam így néha napján elővenni, és akkor egy picit kinyitni magam előtt a világot, és akkor egy picit belesni más borvidékre is, meg fenntartani azért a tudásszintet. Van-e olyan célod borászként, amit majd egyszer szeretnél elérni, amit úgy kitűztél magadnak, ami úgy egy kicsit ott van a szíved csücskében? Igen, elkészíteni életemnek jobb aszúját. Ez egy nagyon régi vágyam amúgy. És mi lesz az, mikor fogod azt érezni, vagy mitől lesz az? Ezt még nem tudjuk, vagy ez majd csak akkor jön a felismerés, amikor? Szerintem az csak akkor, hogyha elérkezett a pillanat, hogy na, ez az az aszú. És mi kell ahhoz, hogy tökéletes legyen egy aszú? Minden esik előtt az az egyensúly, amit itt az előbb beszéltünk, és tényleg az, hogy megtaláld az érlelésben is az egyensúlyt, nem csak feltétlenül a bor analitikájában, hanem hogy semmiből ne legyen túl sok, és tényleg egy szép kerek bor legyen a vége. Fontosnak tartod, hogy te saját magad ott legyél minden borkostolón, bemutatón, hogyha lehetőség adódik rá nyilván, amikor fizikálisan ez lehetséges. Miért? Mert alapból azért tanultam borásznak, és vagyok most ott, ahol vagyok, mert úgy gondoltuk annó, hogy ha már zsírai pincészet vagyunk, akkor legyen a pincészet mögött egy zsírai, mert az úgy hiteles. És igazából a hitelesség miatt gondolom azt, hogy én szeretem, hogyha ezeket a borkóstolókat meg tudom tartani, és ott tudok lenni személyesen. Mert tényleg, aki már egyszer eljön Tokajig, és szeretne megismerkedni a borokkal, az kapja egy olyan embertől, aki tényleg benne van ebben az egészben, és átlátja a folyamatokat, és tényleg teljes válszélességgel mögé tud állni a borok mögé. Tehát akkor, ha jól értem, gyakorlatilag a hitelesség az, amit így leginkább, legfontosabbnak vélsz egy borász személyénél. Abszolút. Igen. És ezeket a boraidból is kikóstolható hitelességnek érzed? Alakul. Mindig azt mondjuk, vagy én legalábbis gyakorlatilag 2013 óta, hogy keressük az utunkat és a stílusunkat, és egyébként ez tényleg így van. Én azt gondolom, hogy most már nagyjából van egy olyan stílus, amire azt tudom mondani, hogy ez tényleg a zsírai stílus, és ami már kikóstolható a borokban is. Ezt próbáljuk csiszolni és finomítani, hogy tökéletes legyen.